Köszönöm, srácok, az összejövetelt, és hála Istennek összejött. Ritkaság, ilyen az ritkaság. Lassan meg kell becsülni, most már ilyen belehoztál, meg izéket is most. Meg a középiskolaimat is. Most már évente csinálom. Igen, sok mindenről ez egy év alatt. Jó, rossz is. Mint a nyúkérek, az meg készre nekilendülök, hogy fölálljak. Mondtam, hogy az érzed, nehéz a lábam, mert ugye valahogy mondom, hogy mondom, hogy gyakorolom az igazi nyuggermenés, mert milyen mondom, az igazi... Megy is, jó lesz. Ide ülj akkor, nem? Vagy ide? Meg. Jó vagy. Jó, így jó. Emlékszem még a... De lesz, benne lesz a széles látok? Hát benne. Jó. Nagy dagi gyerekre a Ejzele Pistin még úgy oldottuk, hogy nem tudom a nevére. Nagy kövér, ne is, Ejzele Pistin. És járt, hogy ilyen nagy babzsák, ekkora nagy dagi volt, hát ugye a Ejzele babzsáktól. Hát akkor is olyan szorgalmasan járt, hogy ilyen 50 kilós azok a szedte, és azt mindig, hogy eszembe volt, hogy itt mindenki becsülte, azt akkor tiszteletben tartottuk el, hogy emlékszem. Meg ugye a másik, amit mondom, hogy a diakban a vélet család. Van 41 éves, meg egy 37 éves. Neked is ugye. Két unokám, a lányom, ilyen van velünk van, hogy megmaradnak. Nagy éves emlékünk. Már ezen akkor pedig. És nagy, mondjuk én akkor, de amilyen természete van az én fiamnak, szóval én megmondottam a tőlem. Igen. Szállt. Magyas. Már úgy értem. Kemény fejű. Kemény fejű. Nagy. Régebben. Odoros volt. Vasúttal megyek ott a Lander előtt. Még, ki van hívva. Ki van rakva. Ja, igen. A testvériséges súlya mevő szakosztály. Hogy működik-e, vagy csak a neve van? Működik, csak eléggé, hogy hallottam, eléggé le van, mert nincs most olyan szponzor, nincs elég gyenge. Tehát a súlya mevés, hát most annyira nem is tudom semmit. Hát elég betyár dolog, de nem mondtam is a Janinak, hogy úgy néz ki, hogy 20 évvel is veszik a sok kószak, ugye, sajnos ezt a expertársak aztán kell a legjobban rossz. Ezt majd kitörülöm ezt a részt, hogy nem lesz lehet. Ezt mondja, hogy eltár, hogy megsérjön. Ja, az volt is veszik? Hát persze. Ha nem, akkor mondja, hogy itt abszolút. Nem izgat, engem engem. Akkor marad. Marad. Putyin eltársz, és üzenem, hogy maradjon a balagán. Ezt komálom bennetek. Ja, paksi erő. Nem, itt van a Putyin. Paksi erő, ilyen drágsózni. Hát nem úgy néz ki, mint a Putyin, te. Úgy kapcsiból. Hát mondjuk egy fél kap annyira magasabb, meg szebb, de Putyin. Na. Hát én nem látom semmi ilyet. Van hatalmazottságnak. Van, szerintem. Hát van. Szerintem. Úgy kapcsiból. Néha, de azért azt olyan profil elnézem a Putyint, ő is akkor, amit a Orbán kutyánk, kutya ülve, nagyjából egyforma magasak, de azért, hogy majd egy tízessel öregebb a Putyin, mint a Orbán, mikor egymás mellé áll.
láttak, ez a nagyságú cigány nyugodtan benne maradhat. Ez borzasztó, nézd meg ki, 53 éves a Orbán, és ahhoz képest, hogy ott néz ki, ahol... Ő nem volt egyébként, vékony volt. Csak ez a sok-sok kaja. Egy öreg férfi nyugget, először is így megy, tehát ezt a tartás. A láb soha nem egyenesedik ki. Rogyasztott lába, szájt át, a szem bizonyos. Azok így mennek. Totyog, és megy át mindenhol, nem érdekről, tehát piros, zöld, meg a...